Most vagy soha, gondolták kedvenceink az újonc Adony elleni találkozót megelőzően, de nem csak ők tekintettek a találkozóra így, a szurkolóknak is fogyóban volt a türelme a pont nélküli sorozatot illetően. Szombaton szokatlan időpontban került sor a hazai találkozóra, ahol a Móri Zsigmond út közönsége azt láthatta, hogy a szomszédvár csapata három egykori kinizsistával érkezett, Bognár Bence, Holland Turner Edi és nagy meglepetésre Andrea Visadéni szomszéd keretét erősítette. Kudi Szabiával kezdjük a mondandónkat, befelé kanyarít, érkezik Horváth, az ütem jó, a befejezés nem. Események a kapunknál, Eddi végzi el a szabadot, Joe birkózik hamarral, és a gyertyát félig csizmaszárral Honpót kezébe lövi. Benni készül most lövésre, a labda kellemetlenül pattan, Illésnek nem kell beavatkoznia. Ebben is volt vitamin, Virág nyargalhat egy 30 méteres indítással, Juhász utoléri, így a lövés már nem okozhat gondot. Az eddigi legnagyobb helyzet, Joe előre, Bagóci elméri a magasságot, így jó Hújbinak, jön is a beadás, Kuni tisztán várja, és le is veszi mellel, jön is a lövés, Illés takarásban bitang nagyot hárít lábbal. Ezzel viszont már Ili sem tud mit kezdeni, Lakakis Kuni fejére varázsolja a lasztit, a zöld-fehér hetest, nem igen zavarja senki, okos bólintás a jobb alsóba. Eddig kerüli meg Juhászt, Virág hagyja, hadd menjen a csapattárs, Hódula nem bántja, Mónus viszont elfoglalva a védekező pozíciót, sziklaként állja az útját, Eszrespori is így látja, a jobbon van a vendég szurkolók teljesen másként. Lonszki szemfüles, Balogh tollop labdát és adja Schneidernek, megy mint a tank, Bagóci nem tudja az útját állni, látja, hogy Kuni Budai mellett bemozog, de Ili tudja, mi fog történni, és határozottan jön ki a kapujából. 35. perc, Lakakis szöglete hibátlanul szágul befelé, Horváth tökéletesen emelkedik, a földre lefejelt labdája védhetetlen. Elalszik a védelmünk, Virág szépen keveri a kártyát, hamar pedig furcsa mozdulattal veszi be Honpót kapuját, háttal a kapunak félig meddig. Nagyon szép volt. Kellett ám! Gyors választ jöhetett volna, Mónus Lakakis lábára ragasztja a játékszet, ő meg Juhászéra, Illés pedig ismét bizonyítja, hogy jól igazolt az Adony. Edi labdája keresi a kinizsi kapuja előtt a játszótársakat, Honpót pedig nagy igyekezetében lecsapja Hódulát, ezt hívják baráti tűznek, a fiú azóta már jól van, átküldtem neki ezt a fájdalmas képsort. 49. perc egy olyan jelenet, ami végleg eldönthette volna a találkozót, Illés kirúgása után alakul ki a komoly harc, ami Blonszki és Balogh találkozójával ér véget, utóbbinak Resi játékvezető felmutatja a legszínesebb lapot, amit a zsebében talált. Ha valaki azt gondolná, hogy ezután kinyílt a gólzsák, hát nagyon téved, mert olyan jellegtelenné vált a találkozó, hogy fájdalmas volt nézni, a vendégek pedig derekasan küzdöttek. Ez mondjuk rendben volt, Lakimi aktív, Juhász kínálja, jobb széllel jön is befelé a csomag, ezt most a Kuni-Horváth duó nem tudja gólra váltani. A folytatásban a piros-feketék mindent egylapra tettek fel, kis szerencsével be is jöhetett volna, itt pedig egy patilövést, amit Honpót ölel magához. Lakakis azért még megmutatja, hogy marad benne dinamit, a bal szélen nyargaló Kunit szolgálja ki, őt Budai és Fábián sem tudja megakadályozni a lövésben, ez bizony gólt ért nála. Egy Kuni gól a végére, de búzás labdája már lesen találta a csatát. Az Adony még kapaszkodott az X-ért, még Ili is feljött támogatni a támadást, de az eredmény már nem változott. A három ponttal elégedettek lehetünk, a játékkal viszont nem. Hétvégén a bajnoki babérokra törő Bogárdhoz megyünk, ott ez nagyon kevés lesz, de reménykedünk a feltámadásban, ebben a szellemben tovább, hajrá srácok, hajrá Kinizsi!